videófelvételt készítek erről a csúcserősítőről. Pioneer VSX D711 6.1-es erősítőről van szó. A kezelőfelület lenyíló ablakkal, lenyíló ajtóval látták el. Nagyon a tudással rendelkezik. Pioneer távirányítóval minden funkciót kezel az erősítőn. Be is mutatom, a funkcióváltások, AUX, hát mindegyiket így egyesével is lehet téptetni, de mondjuk, hogyha itt a felső mezőbe kiválasztom mondjuk a CD-t, megnyomom, akkor úgy is át lehet váltatni, vagy a tunert megnyomom, így is. Bemutatom a hangolását és a mentését a rádióállomásnak, mondjuk most tuninggal elkezdem keresni a következő csatornát automatikusan. Elvileg 90,6-nál meg kell, hogy álljon. Igen, meg is állt. Ilyenkor, ha megnyomjuk itt a Tuner Editet, utána a stáción fölötte kiválasztjuk azt, hogy mondjuk az egyest akarom elmenteni, egyes, utána megnyomom az Entert, akkor tárolta. Ezt azért mutattam be, hogy könnyen tud programozni a rádióját, utána a távirányítóról csak megnyomod a 3-ast, utána a 2-est, az 1-est, most az 1-esre ezt programoztam. Nagyon szépen működik. A távirányítóról a display megnyomásával tudjuk kiválasztani, hogy PS, PTI rendszere menjen, frekvenciát mutassa, vagy RT. Az RT az azt jelenti, hogy ha olyan csatornát hallgatunk, amelyik RT műsort szól, akkor kiírja az előadó nevét, számcímét, stb. Ugye átmegyek az egyesre, azt hiszem az, hogyha minden igaz, akkor az szól ilyen jelet. PS, PTI, RT. Igen, ez szólja. Veszprém Rádió. De amikor zene megy, akkor meg ki fogja írni az előadó nevét, számcímét, stb. Optikai, digitális jelbemenettel összekötöttem az erősítőmmel a CD lejátszót, és analóggal is összekötöttem. Ha a CD-re kapcsolok, akkor analóg jelen fog jönni a jel. Itt analóg jelen szól. Csodaszép hangja van egyébként. Csak az ismert zene anyagtartalom miatt óvatosan kell bánni vele augusztus 1-től, tavaly augusztus 1-től. Rengeteg videómat letiltottak, mert ismert zenei anyagtartalom, illetve védett zenei anyagtartalom volt rajt. De ma már mit nem védenek le? A magyar előadóktól is próbálkoztam már, és azt is ugyanúgy letiltotta. A funkcióváltóval elmegyek tovább. AUX. Nem itt. Azt hiszem itt jön. Nem. Itt. TV6-ra kötöttem a optikai digitális jelet. Csodaszép hangja van. Távirányítójáról is lehet állítani a hangzásokat. Nagyon sok oldalú beállítás jellemzi a készüléket egyébként. Még egy távirányítót megpróbálok hozzá, mert lehet, hogy megvan hozzá az eredeti, most jutott eszembe. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Mint láthatod, 6.1-es erősítőről van szó. Mutatom a hátulját is. A teteje. Nincs leharcolva, agyonnyúzva. 7 hangfal csatlakoztatása van,
és van több optikai, meg RCA, koaxiál digitális csatlakozási pont, AUX, CD, TAP, VCR, TV, nagyon sok. Majd fényképpel illusztrálni fogom. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és további szép napot kívánok. Közben kérlek, hogy tekintsd meg nagy felbontású róla készült képeimet is.